Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Hírodónk után magazinműsorunkat láthatják. Nemrégiben újra útjára indítottuk az ajkai középiskolákat bemutató sorozatunkat. Ennek keretében először a Szent György Albert szakközépiskola vezetőivel beszélgettünk. Mai adásunkban a Bánki és a Bródi iskolákkal ismerkedhetnek meg, majd a következő részben, november 4-én a Bercsényi iskola mutatkozik be. Aki pedig lemaradna ezekről az adásokról, bármikor megtekinteti a YouTube internetes csatornán, illetve honlapunkon. Most tehát a Bánki iskola bemutatkozása következik, kérem, tartsanak velünk! Köszönöm a stúdióban Vörös Róbertet, az Ajkai Szakképzőiskola Bánki Donát intézményességének vezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét! Az oktatásügyben komoly változások vannak az utóbbi időben, vannak, lesznek, úgy gondolom. Mennyiben érinti ez Önöket, úgy mint középiskolát, szakképzőiskolát? Hát a változások azok ugye most éppen folyamatban vannak, szakképzőiskolákat érintik elsősorban, és hát elmondható, hogy úgy néz ki, hogy erős állami szándék van arra, hogy nem állami szakképzőiskolákat hát egy picit visszaszorítják. Ez minket is érint, de remélhetőleg sikerül ezen túllépni, és azokat a szakmákat, amelyeket hirdettünk, azokat el is fogjuk tudni indítani a következő tanévben. És melyek ezek? Milyen kérdésekre lehet jelentkezni Önöknél? Próbáltuk egy kicsit színesíteni a palettát. Ez egyrészt a fenntartónknak a kérése is volt, hogy picit több lábon álljon az intézmény. Így a következő tanévben először szeretnénk gimnáziumi osztály beindításával próbálkozni. Ez a gimnázium osztály picit azért más lenne, mint itt a város más gimnáziumaiban. Egyrészt azért, mert a szabad órasáv terhére próbálunk egy kicsit szakmai tantárgyakat is tanítani a gimnazistáknak. Így informatika, közgazdaságtan tantárgyakat tanulnának még. Illetőleg a másik változás, hogy picit úgy érezzük, hogy a diákokat máshogyan kell már tanítani, mint akár 10 évvel ezelőtt. És megpróbálunk, kétségtelen. Igen, és megpróbálunk ezért egy új kooperatív tanulásszervezési módszerrel próbálkozni. Ez azt jelenteni, hogy kis csoportokban folyna az oktatás ebben az osztályban, és a tanulóknak a tevékenykedtetésével, tehát nem csak a frontális tanári magyarázat lenne, hanem bevonva a tanulókat, próbálnánk meg az ismereteket átadni. Tehát sokkal interaktívabb lenne a tanítás. Így van. Úgy gondoljuk, hogy e felé halad a jövő, és hát e felé kellene haladni az oktatásnak is. Most a gimnáziumi osztály mellett természetesen a szakképzés a fő profilunk. Szakközépiskolai osztályokban, ugye jövőre ezt most már szakgimnáziumi osztályoknak fogják hívni, itt a hagyományos képzéseinket kínáljuk, azokat a képzéseket, amelyekre úgy gondoljuk, hogy a térségben kereslet van. Hát a gépészet szakmacsoport iránt mindenféleképpen, gépgyártás technológusokat és mechatronikai technikusokat képeznénk. Ezen kívül szakközépiskolában pénzügyi számviteli ügyintézőket, logisztikai ügyintézőket képeznénk, valamint műszaki informatikusokat, és hát amit 2 évvel ezelőtt indítottunk el, és szeretnénk folytatni, a vendéglátás szervező vendéglős szakmacsoportot is. Ezek a képzések 4 évesek, szakmai érettségét lehet tenni a 4 év után, és ha 1 évet még utána az iskolában töltenek, akkor OK és bizonyítvánnyal távozhatnak a tanulók. Ezen kívül szakiskolai osztályt is indítunk, jövőre ezt szakközépiskolának fogják már hívni. Itt a gépi forgácsoló, a szerszámkészítő és a karosszéria lakatos szakmákat tudjuk ajánlani. Ezek közül a térségben több visszajelzés is volt, hogy szerszámkészítőkre nagyon nagy szükség lenne. Igen, ez bocsánat, meg akartam is kérdezni, hogy van-e kapcsolatok az ajkai vállalatokkal, cégekkel ilyen értelemben, hogy jelzik, hogy mi kellene nekik, de akkor ezek szerint igen. Igen, igen, tehát ez a megkeresés jött felénk, hogy szerszámkészítő képzést ha indítanánk, akkor ők nagyon könnyen el tudnának a munkaerőpiacon helyezkedni. Úgyhogy megpróbáljuk ezt is, és hát mi sem mutatja jobban, hogy van igény rá, hogy ezen 3 szakma közül a gépi forgácsoló és a szerszámkészítő szakmák, ezek hiány szakmák, tehát az idejövő tanulók ösztöndíjban is részesülnek. Más egyéb szakmák terén jelentkezik-e igény? Tehát jelezték-e a cégek ezen kívül, amit ön említett, hogy például logisztikus, vagy vendéglátós, vagy bármire szükség lenne? Hát igény az érkezett, de olyan profil, ami nem az iskolához, tehát nem vág az iskolai képzésünkben. Ugye nekünk inkább a gépészeti szakmák lennének a fontosak,
illetőleg hát sokszor találkozunk azzal, hogy az igény, a kereslet az nem mindig találkozik a szülőknek az elképzelésével. Uh-huh. Szerszámkészítő szakmát is már 2 évvel ezelőtt próbálkoztunk beindítani, de nem volt rá jelentkező, tehát érdemi jelentkező. A gépi forgácsoló szakma sokkal inkább közel áll a tanulókhoz, tehát sokkal több a jelentkező. Demográfiai helyzet gondolom önöket is érinti, hiszen ez folyamatos probléma, állandóan felszínen van. Hogy alakul önöknél ez iskolai létszám? Hát nálunk csökken az iskolai létszám, de ez nem csak a demográfiai hullámnak köszönhető, hanem olyan oktatás irányítási döntéseknek is köszönhető a létszám csökkenésünk, ami például a szakiskolát érinti. Régen ugye 2+2-es képzésben részesültek a tanulók, tehát 4 évig voltak az iskolában. Ma a szakiskolásaink ugye csak 3 évet töltenek az iskola falai között, és mindezek együtt adják, még ehhez hozzájön persze a demográfia is, hogy most a tanuló létszámunk 500 fő, ez még pár évvel ezelőtt ugye 600 fő felett volt. A szakiskolai képzés ugye gyakorlati helyeket is feltételez, és ezt a gyakorlati képzést most már nem az iskolában végzik a diákok. Milyen a kapcsolatuk? Hogy tudják elhelyezni a gyerekeket gyakorlati helyeken? A gyerekeknek, a tanulóknak az elhelyezése az viszonylag azt mondhatjuk, hogy problémamentes. Ebben nagy segítségünkre van a létrejött Csöszi Kft. Itt lényegében vállalkozói keretek között sajátíthatják el a tanulók a szakmai ismereteket. A többi szakmában már nehezebb ez a kérdés, például a logisztikusoknak a kihelyezése most már nem annyira egyszerű, de eddig az iskola mindig megoldotta, és azt gondolom, hogy ezután is meg fogja oldani. Tehát nincs fennakadás, gyakorlati hely mindenkinek van. Így van. Aki elkezd. Szállás, kollégiumi elhelyezés tekintetében mit tud kínálni az iskola? Tudunk biztosítani kollégiumi elhelyezést, és ugye a városközpontban, az iskola épületében van lényegében a kollégiumunk is. Ingyenesen tudunk biztosítani kollégiumi szálláshelyet, tehát a vidéki tanulóknak. Azt kell mondjam, hogy ezzel is egyre kevesebben élnek, de bízom benne, hogy a kollégiumi létszámunk is emelkedni fog. Kevesebb a vidéki, vagy pedig bejárnak inkább? Inkább most már a bejárást választják, tehát kevés szülő az, aki elengedi kollégiumba a tanulót. Pedig ingyen van. Pedig ingyen van. A kollégium, tehát ez is érdekes az, hogy nem választják a gyerekek. Tanórán kívüli tevékenységekről egy kicsit ejtsünk szót még, tehát gondolok itt szakkörökről, egyéb sportrendezvényekről. Miben vehetnek részt a gyerekek? Hát szakköröket tudunk biztosítani a tanulóknak igény szerint. Most már el kell mondjam, hogy a legtöbb szakkörünk az felkészítő jellegű, tehát vagy érettségire való felkészítő, vagy pedig hát aki felsőoktatásba tanul tovább, arra való felkészítés. Tudunk ezen kívül számos programot biztosítani a tanulóknak, hát a 9-eseink első savaton vesznek részt, éppen a múlt héten volt, és nagyon jól érezték magukat. A sportélet az iskolában azt hiszem, hogy szinte egyedülálló a városban. Mostanában leginkább atlétikában vannak nagyon jó eredményeink, országos első helyezettünk volt tavaly is. És hát ezen kívül számos színes programot tud a diák önkormányzat is biztosítani. Minden évben szoktunk témahetet tartani. 2 évvel ezelőtt a sport volt a fő témánk, akkor Pars Krisztián olimpiai bajnok járt nálunk. Tavaly a művészetek köré szerveztük a témahetet, akkor Gazdag Tibor színművész járt nálunk. Úgyhogy megpróbálunk a tanulóknak színes programot is kínálni. Emellett számos vetélkedő és sportesemény színesíti az életüket. Akik jobban szeretnék közelebbről megismerni az iskolát, azok ugye nyílt napok keretében tehetik. Mikor van ez önöknél? Az első nyílt napunkat november 4-én tartjuk 16 órától. Ide várjuk a szülőket és a diákokat egyaránt. A szülőknek az iskola vezetősége fogja bemutatni az iskolát, a diákok pedig játékos foglalkozások keretében ismerkedhetnek meg a szakmákkal. A második nyílt napunkat pedig január 6-án tartjuk. Ekkor pedig órákra mehetnek be a tanulók, és ismerkedhetnek meg az iskolában folyó szakmai oktatással. Hadd hívjam még fel a figyelmet a 7.-8.-osoknak a vetélkedőjére, ez a bizonyos bánki, mit tudni, már 5-ször rendezzük meg. Tavaly nagy siker volt, több mint 120 általános iskolás tanuló vett részt ezen a vetélkedőn. Az idén november 25-én fogjuk megtartani ezt a vetélkedőnket, és ismét értékes tárnyereményekért küzdhetnek majd az általános iskolás tanulók.
Az gondolom elég jól körül jártuk a témát, az iskolát. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat és a tájékoztatást. Köszönöm.